Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Városházán, Rózsa Sándor jegyzővel beszélgetünk, hiszen megalakult a helyi választási bizottság. Én is tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket, megalakult az Országos Egyéni Választókerület Választási Bizottsága, ez a hármas számú ebben a megyében. És megválasztották az elnököt, illetve már el is kezdték a munkájukat. Ki lett az elnök? Az elnök ifjabb dr. Zsemberi József lett, aki már korábban is választási bizottsági tag volt, illetve a helyi választási bizottság elnöke volt. Itt az előmi végig hallgattuk, hogy tényleg aktívan elkezdték a munkát, és ahogy ön is elmondta, a következő hetekben sokszor össze kell majd ülniük, hiszen sok feladatuk lesz. Igen, lehetőségként felmerült, hiszen már a mai nap folyamán reggel 8 órától folyamatosan elvitték a jelölő szervezetek, illetve a jelöltek az ajánlóíveket, és nagy valószínűség szerint már a hét folyamán, tehát egy-két napon belül már biztos, hogy visszaérkeznek ajánlóívek, és emiatt, mivel a választási irodának 3 napon belül le kell ellenőrizni az érvényes ajánlatok létszámát, ami 500, a választási bizottságnak pedig kötelessége a 3 napon belül meghozni azt a döntést, hogy nyilvántartásba veszi a jelöltet, tehát ami egyszerűen azt jelenti a hétköznapi nyelvre lefordítva, hogy felkerülnek a szavazólapra majd. Jó munkát kívánunk, hiszen március 3-a a határidő, tehát addig még azért sokszor össze fog ülni a bizottság is, és a hivatal is addig sokszor segít még a munkájukban. Bizonyára így lesz. Én is köszönöm. A Jász-Nagykun Szolnok megyei 3. számú országgyűlés egyéni választókerület választási bizottságának elnöke, ifjú dr. Zsámbeli József lett. Először is szeretnék gratulálni ehhez a megbizatáshoz. Köszönöm szépen, mert még nem tudom pontosan, hogy mekkora feladat is került a vállamra, de megpróbálok a feladat kihívásainak megfelelni természetesen. Az előzőekben pedig már el is kezdték a munkát, hiszen több olyan feladat volt, amit most kellett meghatározniuk. Én úgy gondolom, hogy ismeri azokat, akik segítik a munkáját a bizottságban, tehát reméljük, jól együtt tudnak dolgozni. Igen, hát én is remélem, illetve hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy olyan két tag került mellém a választási bizottságba, akiknek azért van a közigazgatásban, szakigazgatásban tapasztalata, úgyhogy én remélem, hogy jól fogunk tudni együtt működni, illetve segíteni fogják az én munkámat, mint elnöknek a munkáját, mivel hogy nekem ilyen tapasztalatom igazándiból nincs, teljesen más szakterületen dolgozom. Mutassuk be nézőinek a két tagot. Az egyik őjük, kell még én is ma ismerkedtem meg Baranya Pál személyében, nagyon szimpatikus úriember, akinek van, ugye Tiszafüreden volt jegyző, tehát nyilván van ilyen tapasztalata, illetve Kapcsándinivel pedig már dolgoztunk együtt a helyhatósági választásokon, azt hiszem, hogy 8 vagy 12 évvel ezelőtt, amikor én is kezdtem ezt a feladatot, és akkor jól kijöttünk egymással, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem lesz probléma. És azt azért mondjuk el, hogy a helyettese pedig Kapcsándinoktól Abonyi Katalint választották meg egyhangulat. Így van. Katikáról tudod, hogy jogász végzettségű, tehát nyilvánvalóan ő is tudja majd segíteni a munkánkat. Jogi háttér nélkül ez a munka azért nem megalapozott. Én jó munkát kívánok önöknek, hiszen itt azért hallottuk, hogy a következő hetekben se szombat, se vasárnap, tehát itt azért a határidőket majd tartani kell, úgyhogy biztos, hogy sokszor fognak ülésezni. Ehhez kitartást és jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, próbálom megfelelni a feladatnak. Természetesen itt a határidők miatt valóban erre feltesszük most a szabadidőnket, úgymond, de hát április 6-áig azért már nincsen annyira nagyon sok idő, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért mégis ez egy belátható feladat. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!